Édesanyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. A beszéd nem csak művészet, hanem egy hatalmas parti is egyben. Kezdődjék a gégeszájüregi tánc. A parkett még üres, de nem sokáig. A kemény ká ugyanis kitartóan ostromolja a hajlékony elt, mely egy kicsit kelleti magát, majd na-ná, hogy beadja a derekát. Itt nem árul senki petrezselymet, az í gyors ütemben feszesen ropja, az S, mint a szellő, úgy suhan, az R kicsit remegős, olyan brékes. Ez az apró darabos mozgás a vérében van. A T egyszerűen képtelen elengedni a múltat, számára a tánc ugyanis a tangó. Az egyik hang kemény, a másik meg lágy. Mint ahogy arról már egy régebbi műsorunkban szó volt, a magánhangzók és a mássalhangzók jelentés nélküliek, stílusértékük, mérhető tulajdonságuk azonban mégis van. Hangszimbolika Sírmanitával, a Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének egyetemi adjunktusával. A riporter Társi István. Kimondom azt, hogy pata kopog, már hallom, már látom. Mondatok szavakból épülnek fel, a szavak pedig hangokból, és a hangokhoz mi önkéntelenül is bizonyos hangulatokat, érzéseket és lelkiállapotokat társítunk, tehát nem véletlen, hogy beszélhetünk keményebb, meg lágyabb hangokról. Sziszifuszi, sziszeg, szomszéd, ez a sok S, ez milyen érzést kelt önben? Ne tudja, nem tudom. Hát. Sziszeg. Igen. Olyan milyen? Nem sziszeg, fogalma nincsen. Nem kellemes. Az S-ről szokták mondani, hogy nagyon erős az öreje. Sziszifuszi, sziszeg, szinte olyan bántó szavak, mert az S bennük nagyon éles. Kellemetlen. Nem jó hallani? Nem. De miért? Zavarja a fülemet. Hát mert túl sok benne az S-betű. Tehát az S-hangot nem nagyon szeretjük igen, hallani? Igen, valószínűleg igen. A szondi két apródjában is van ilyen rész. Szél zendül az erdőn, ott leskel a hold, idekin hideg észiszeg aztán. Az S-nek, ha megnézzük a képzését, akkor olyan részhangjai vannak, amik 4200 és 4800 Hz között rezegnek, de vannak olyan részhangok is, amik közel vannak a 14000 Hz-hez, és ez olyan érzetet kelt, ami már szinte a fájdalomhoz közelít. Hogyha valamiben sok az R, mondjuk berreg. Hát ez mozgalmasabb, igen. Hát az egy pergő hang, és a mozgást, a férfiasságot, az erőt társítjuk hozzá. Igen, nem, de nézzük meg, hogy mi történik, amikor azt az R-t mondjuk a nyelvünkkel, épp azt a rotáló pergő mozgást végezzük. Vagy az S hangról szokták mondani, hogy az sisegő, sustorgó. Sejmes. Az kellemes? Hát a sejmes nyilván. Sejem a hajad, én még sose simogattam. Ha megnézzük, hogy hol képezzük, tulajdonképpen a nyálmirigyek kivezető csöve pont ott van a szánkban, ahol történik ott a nyelvünkkel valami, tehát a nyálmirigyek nedvességéből adódik, hogy az S hangot milyen nedvesnek érezzük. Nem csak a költők használják ezt tudatosan, ennek marketing ereje is van, ott van benne a reklámerő. Marketing szakemberek is, amikor mondjuk egy sonkának olyan nevet adnak, hogy sejem sonka, a sok S által gyakorlatilag, mintha összegyűlne a nyál a számban, és meghozná a kedvet az evéshez. Nem vettem még észre, hogy nedves hang lenne, ha egymás után mondjuk, akkor biztos. Sejem sonka, sejem sonka. Így igaz. A felnőttek nagyon szeretik az egzotikus nyelveket, és a nyelvészek pedig néha szoktak trükközni, és mondják, hogy bizonyos nyelvekből hoznak adatokat, de hát azok kitalált példák. Csak egy ilyen kísérlet volt, amikor azt állították, hogy van egy primitív nyelv, a batta, amelyben a zarar azt jelenti, hogy mászni. És azt mondták a nyelvészek az adatközlőknek, hogy a nyelvnek az a sajátossága, hogy másként ejtik a szót akkor, hogyha kicsi állat mászik, és akkor, hogyha nagy állat mászik. Egyik esetben a dzirirt használja a nyelv, másik esetben pedig a dzururt, és megkérdezték a nyelvhasználókat, hogy vajon melyiknél melyik jelenik meg. A dzirir, a pici. Tehát a dzurur, az pedig egy az olyan a, nagyobb? Az egy nagyobb, igen. De az i hang szerintem az egy kedvesebb hang. Mint az u. Mint az u. A dzirir meg a dzurur. Kicsi a dzirir. Kis aranyos. És hát a félelmetes ragadozóhoz, a dzururt társították még a kisállathoz, a dzirirt.